Hétfőtől péntekig ingyenes szűrővizsgálatokat végeznek Kovászna megyében Kézdiszéken a Bács-Kiskun megyei kórház szakorvosai és asszisztensei. A szakemberek Szent Katolnán az iskolában rendezkedtek be, ide várták a környékbelieket, több százan éltek a lehetőséggel. Belgyógyászati, bőrgyógyászati, fülorgégészeti, gyermekgyógyászati, sebészeti, nőgyógyászati, ideggyógyászati és útrangvizsgálatra is lehetőségük van azoknak, akik Szent Katolnán részt vesznek a Bács-Kiskun megyei kórház vizsgálatain a hét folyamán. Ennél fontosabb nincs, mint amikor az emberek előtte megtudják, amikor még nincs kialakult betegsége, mert hiszen azért nem csak a székely emberek olyanok, hanem szerintem nálunk is, kis Magyarországon is, hogy hát az különösen a férfi emberek azért hozzá. Teszem, hogy hát ha mi kis baj van, addig el sem megy az orvoshoz, ráadásul a szakorvoshoz, és mi szakorvosokat hoztunk, a megyei kórház szakorvosait. A Bálint Gábor iskola sportcsarnokában kapott helyet a kivizsgáló, amelyeken nem csak felnőttek, hanem gyerekek is részt vettek. Az ők esetükben a mozgásszervi megbetegedéseket figyelték leginkább az orvosok, de akár laboratóriumi vizsgálatokat is elvégeztek, ha szükségesnek látták. Dr. Svébis Mihály azonban több beteget várt az ingyenes szűrésre. Kicsivel több beteget vártunk. Ugye a harmadik napja vagyunk itt, és eddig 450 beteget láttunk el. Azért az első három napban az elmúlt időszakban legalább egy 100-150 beteggel több jelentkezett. A kórház egyébként 12 éve kezdett Hargita megyében évente egyszer szűrővizsgálatokat szervezni, 4 éve azonban Kovászna megyébe is eljárnak.